Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. A kormány nyugdíjreformra készül, nos ezt nem önszántából teszi, hanem az uniós helyreállítási forrásokért vállalta Brüsszel felé, hogy 2025. márciusig egy új nyugdíjtörvényt léptet életbe. A Mi Hazánk mozgalom egyetért a nyugdíjreform szükségességével, de azzal már nem, hogy a nyugdíjrendszer felülvizsgálatával külföldi szakértőket bíztak meg. A KSH adatai szerint az idén januárban nyugdíjban és egyéb járandóságban 2,4 millió honfitársunk részesült. Mivel a kormány a nyugdíjreformot külföldi szakértők véleményére alapozza, megkérdeztük mi a magyar embereket, milyen igazságtalanságokat tapasztalnak jelenlegi nyugdíjrendszerrel kapcsolatban. A Mi Hazánk mozgalom anonim bejelentő felületére a legtöbb észrevétel a kisnyugdíjak miatt érkezett. A nyugdíjasok 40%-a 160 ezer forintnál is kevesebb ellátást kap havonta, miközben 2008 óta változatlanul 28.500 forint nyugdíjminimumnál akár 100-szor nagyobb luxus nyugdíjak is léteznek. A százalékos nyugdíjemelés és a 13. havi nyugdíj is a meglévő nyugdíj összegétől függ, ami tovább mélyíti a nyugdíjak közti különbséget. A kisnyugdíjakhoz hozzájárult az is, hogy a szolgálati idő elektronikus lekérdezése csak 2013-tól van lehetőség, ezért sokan a nyugdíjba vonuláskor szembesültek azzal a ténnyel, hogy nem voltak bejelentve, illetve a munkáltató nem fizette be utánuk a járulékot, miközben a fizetésükből ezt levonták. De az egészségügyben és a szociális szférában dolgozók munkáját az állam fekete foglalkoztatás nélkül is alacsony nyugdíjjal köszönte meg sajnos. A kisnyugdíjasok, amíg bírnak, nyugdíj mellett is dolgoznak, különben nem tudnak megélni. A válaszolók kifogásolták továbbá azt is, hogy a kisajátított magánnyugdíjpénztári vagyonnal a kormány a mai napig nem számolt el, és az öregségi nyugdíjkorhatár 65 évre lett felemelve. A nők 40 kedvezményes nyugdíj kivételével megszüntette a korhatár alatti nyugdíjakat, ezzel elvette a legmegterhelőbb foglalkoztatást űző férfiaktól, például tűzoltók, rendőrök, katonák a kedvezményes nyugdíjazás lehetőségét, holott a férfiak 38%-a, a fizikai munkát végző férfiak 50%-a nem éri meg a nyugdíjkorhatárt. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy a nyugdíjreform során a külföldi szakértők mellett megkérdezik-e a magyar emberek véleményét is, tervezik-e az öregségi nyugdíjkorhatár további emelését, növelik-e az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, és hogyan tervezik kezelni a nyugdíjak közti egyenlőtlenséget, a munkavállalók kizsákmányolását. Érdemi válaszát előre is köszönöm. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Interpellációjának címe, hogy a nyugdíjreform kidolgozásához a kormány miért vesz igénybe külföldi szakértőket, és feltételezi azt, hogy a magyar emberek véleményére nem alapozza, megengedi, akkor ezzel kezdeném, ezzel a kérdéssel, mégiscsak ez az interpelláció címe. Valóban így van, hogy az Európai Bizottság a helyreállítási ellenállóképességi eszköz forrásaihoz való hozzátérés feltételül szabta a magyar nyugdíjrendszer átfogó vizsgálatát. Ennek célja a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása. Az első lépés, az első mérföldkő a független nemzetközi szakértők által készített jelentésben a lehetséges módosítás irányok feltérképezése, szakpolitikai javaslatok felvázolása lesz. Ez a jelentés 2024 első felében a tervek szerint társadalmi vitára kerül. Ennek keretében egyeztetése kerül a társadalmi és gazdasági partnerekkel, valamint más érintettekkel, többek között a Nemzeti Gazdasági és Szociális Tanáccsal és az Idősek Tanácsával. Nyilvánvalóan konzultációra kerül sor magyar nyugdíj szakértők javaslataival is, és majd így alakul ki egy reformtervezet, amit aztán megtárgyal természetesen a kormány, jóváhagy, és úgy kerül az országgyűlés elé. Tehát itt akár az interpellációs kérdését le is záratnám, de ön tájékoztat arról, hogy a Mi Hazánk mozgalom egy ilyen anonim bejelentő felületet alakított ki, ahová névtelenül be lehetett írni, hogy kinek mi a problémája a nyugdíjakkal, és ön tájékoztat bennünket arról, hogy általában a kis nyugdíjjal rendelkezők írtak be, és jelezték, hogy elégedetlenek a nyugdíj összegével.
És ebből aztán kikerekedik az interpellációja végére egy olyan kérdés, hogy tervezik-e az öregségi nyugdíjkorhatár emelését, erre már korábban is válaszoltunk, hogy nem. Növelik-e az öregségi nyugdíj legkisebb összegét? Erre az a válaszom, hogy igen, 28.500 forint ez az összeg, ez egy lényegében egy technikai szám, hiszen a nyugdíjak megállapítása az nem segély alapon és nem szociális alapon történik, hanem biztosítási elven a megállapított biztosítási idő és a jövedelemarányos ellátás alapján kerül a nyugdíj megállapításra, tehát nyilván, hogy ha a jövedelem olyan, az jóval meghaladja a nyugdíjminimumot. A nyugdíjminimum kérdése véleményem szerint nem is nyugdíjkérdés, hanem inkább szociális kérdés ma már. Aztán tovább kérdezi, hogy hogyan tervezik kezelni a nyugdíjak közti egyenlőtlenséget, sőt az interpellációjában azt is leírja, hogy igazságtalan a 13. havi nyugdíj, mert az is a nyugdíj összeg alapján érkezik a nyugdíjasokhoz. Lényegében ön azt javasolja, hogy azzal is, vagy azt veti föl, hogy ezzel is kellene kezdeni valamit, mert ez így nem jó. És nagyon érdekes módon a végén azzal zárja, hogy még a munkavállalókat is kizsákmányolja ez a kormány lényegében, legalábbis azt írja az interpellációjában. Úgyhogy tisztelt képviselő úr, én megköszönöm, hogy tájékoztatott bennünket, hogy milyen kérdések érkeztek az anonim felületre. Úgy gondolom az interpellációban feltett kérdésére pedig tisztességgel válaszoltam. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, köszönöm szépen az interpelláció elemzését. Nagyon jó volt visszahallani. A válaszát azért nem tudom elfogadni, mert a kormánnyal szemben a Mi Hazánk mozgalomnak határozott elképzelései vannak a nyugdíjrendszer reformját illetően, és igenis, valóban a kis nyugdíjasok többsége volt az, aki erre a felületünkre beírta a véleményét és az aggályait, és igenis tudomásul kell venni azt, hogy a kis nyugdíjasok azok 40%-a 160 ezer forint alatt él, de még bőven ennél is többen vannak, akik 100 ezer forint alatt, és azért nehéz megélni, és meg kell őket érteni. A Viradat programunk alapján érdemelvű nyugdíjrendszert szeretnénk bevezetni. Megemelnénk a minimál nyugdíjat, az alacsony nyugdíjakat felzárkóztatnánk, nyugdíjplafont vezetnénk be, és a kommunista luxus nyugdíjakat szétosztanánk a kis nyugdíjasok között. A nők 40 program mintájára lehetővé tennénk, hogy a 40 év munka után a férfiak is mehessenek nyugdíjba. Köszönöm szépen!